Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Online konzultáció, 21 napi rendi pontról egyeztettek Pécs város önkormányzatának képviselői. Segítség a járványhelyzet miatt nehéz gazdasági helyzetbe került pécsieknek, 3 közvetlen támogatásra pályázhatnak a rászorulók. Új vezetőedző érkezett a PVSK Mecsekfűszért élére, Török Viktor irányításával készülnek az új idényre a pécsi pólósok. Online konzultáción egyeztettek az önkormányzati képviselők az aktuális városi ügyekben. A kormány által meghirdetett veszélyhelyzetben a polgármester egymaga gyakorolja a képviselőtestület hatásköreit, azaz ő hozza meg azokat a döntéseket is, amelyeket normál helyzetben a közgyűlés és az önkormányzati bizottságok. Péterfi Attila a veszélyhelyzet miatt módosított szervezeti és működési szabályzattal összhangban úgy döntött, online konzultáció keretében lehetőséget biztosít a képviselőtestületnek arra, hogy megvitassa az önkormányzat aktuális ügyeit, helyzetét. A második online konzultáción 21 napi rendi pontról egyeztettek a képviselők, megvitatták a járványhelyzet miatti azonnali költségvetési intézkedéseket. Szó esett a Csorba Győző megyei könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázat érvénytelenítéséről. Egyeztettek a 2020-as vagyongazdálkodási irányelvekről és koncepcióról. A testület megvitatta a pécsi egyházmegyével kötött szerződés módosításait. Döntöttek számos helyi pályázatról, egyeztettek a járványhelyzet miatt az önkormányzati bérlemények díj kedvezményéről, a Kodály Zoltán úti óvoda energetikai felújításával kapcsolatos műszaki ellenőrzésről, a régészeti múzeum fejlesztésével kapcsolatos lehetőségekről, valamint meghallgatták a 2019-es gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót. Az online konzultációról készült felvételt teljes egészében május 20-án szerdán délelőtt láthatják nézőink. A COVID-19 járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került pécsieknek nyújt támogatást a pécsi önkormányzat, jelentette be Péterfi Attila polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint az önkormányzat létrehozott egy veszélyhelyzeti alapot, ebbe csoportosítja át a felfüggesztett fejlesztések, beruházások és egyes személyi költségek fedezetét augusztus végéig. A közgyűlés 3 közvetlen támogatási formát hozott létre. A bérpótló támogatásra azok a pécsiek jogosultak, akiknek a veszélyhelyzet kihirdetése után szűnt meg, vagy a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelt el. A támogatás összege egyszeri 50 ezer forint. Gondozási támogatást azok a pécsiek kaphatnak, akik korábban kórházban ápolt közeli rokonukat a veszélyhelyzet kihirdetése óta otthon gondozzák. A támogatás ebben az esetben is egyszeri 50 ezer forint. Albérleti támogatást kaphat az, akinek már a veszélyhelyzet meghirdetése előtt volt pécsi lakcíme, és erre érvényes a bérleti szerződése. Az albérleti támogatás összege egyszeri 30 ezer forint. Ezen felül a város az integrált szociális intézménynél egy bruttó 20 milliós keretből biztosít bérkiegészítést a dolgozóknak. Május 20-a szerda, a személyi jövedelemadó bevallásának határideje, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV a korábbi évekhez hasonlóan idén is mindenkinek elkészítette a bevallás tervezetét, ez legegyszerűbben az ügyfélkapun keresztül ellenőrizhető és szükség esetén módosítható. Aki egyetért a tervezettel, annak az május 20-án automatikusan bevallássá válik, kivéve az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat. Hagyományos postai úton is megérkezett már több mint 530 ezer adózó számára a bevallás tervezet, ezeket is érdemes alaposan átnézni. Akiknek visszajár a befizetett adóból, esetleg fizetniük kell a bevalláskor és részletfizetést kérnének, azoknak elég a bevallási tervezethez mellékelt, személyre szabott kiegészítő nyilatkozatot kitölteni és visszaküldeni május 20-áig. A NAV online és telefonon is segítséget nyújt, a 1819-es telefonszámon május 20-án este 8 óráig kérhetnek segítséget az adózók a bevallásokkal kapcsolatban. Módosíthatóak vagy visszaválthatóak a Fishing on Orfű napjegyek és bérletek. Az már áprilisban kiderült, hogy a népszerű fesztivált augusztus végére halasztják a szervezők a koronavírus járvány miatt. Akiknek nem megfelelő az új időpont, visszaválthatják a jegyeket, bérleteket, a napi jegyek pedig áttehetők más időpontra. A jegyek, bérletek, kempingjegyek visszaváltása június 15-ig lehetséges. Aki visszakéri a jegye árát, az június 15-e és július 15-e között fogja visszakapni a pénzét.
És most sport. Bemutatták a PVSK Mecsek Fűszért vízilabda csapat új vezetőedzőjét. A klub pár hete jelentette be, hogy a korábbi tréner Lukács Gergely nem hosszabbítja meg szerződését a pécsi pólósokkal. A szakosztály vezetősége sajtótájékoztatón köszöntötte az új trénert, és számolt be a csapatot érintő változásokról. A PVSK Mecsek Fűszért korábbi edzője Lukács Gergely harmadik gyermeke születése miatt ideiglenesen visszavonult a profi vízilabdától. A szakosztály heteken keresztül próbálta megtalálni Lukács méltó utódját, aki játékbeli felfogásában illik a pécsi pólósok élére. Több nem pécsi edzővel is tárgyaltak, ám végül Török Viktort, a csapat korábbi másodedzőjét nevezték ki az OB1-es csapat edzőjének. Én ugyanazt a munkát szeretném folytatni, mint a Gergő elkezdett. Tehát egy ugyanabban munkában iszünk, ugyanabban kőkeményen meló, nagyon stabil védekezés is hasonlóak, nem szeretnék itt belemenni a taktikába, de nagyjából ezt a munkát szeretném folytatni. Nyilván, amit említettem, a fiatal játékosokat szeretném minél többet játszatni, és minél több lehetőséget adni nekik a felnőtt OB1-be. Török Viktor számára nem ismeretlen terep a pécsi vízilabda utánpótlás, hiszen több éven keresztül tevékenykedett az ifjúsági csapatok vezetőedzőjeként. Mivel a következő szezonban a PVSK Mecsek Fűszért első osztályú keretébe 5 ifjúsági pécsi játékost is igazoltak, Török Viktor a korábbról már jól ismert pólósokkal vághat neki az új idénynek. Szeretnénk fiatal játékosokat beépíteni a jövő évi csapatba, ezért a Viktor lehet a legjobb olyan választás, aki ismeri a fiatalokat, ismeri az itt lévő már UB1-es játékosokat, tisztában van azzal, hogy a pécsi vízilabda az hogy működik, ugye a felnőtt csapat PVSK, az utánpótlás PSN ZRT, de ezzel szállal kötődnek egymáshoz. Tehát én nem féltem a Viktort attól, hogy ez neki nehéz, vagy nagy feladat lenne, egy komoly feladat, de úgy gondolom, hogy akár emberileg, akár szakmailag letett már annyit itt a Viktor Pécsen az asztalra, hogy bátran rábízhassuk. Az egyelőre még kérdéses, hogy a PVSK játékosai hol tudnak majd készülni a 2020-2021-es bajnokságra. A hullámfürdő május 30-án ugyan újra megnyitja kapuit, ám csak a külső medencei lesznek használhatóak, a Zabai Nemes Oszkár úszoda továbbra sem üzemel. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Online konzultáció, 21 napirendi pontról egyeztettek Pécsváros önkormányzatának képviselői. Segítség a járványhelyzet miatt nehéz gazdasági helyzetbe került pécsieknek, 3 közvetlen támogatásra pályázhatnak a rászorulók. Új vezetőedző érkezett a PVSK Mecsek Fűszért élére, Török Viktor irányításával készülnek az új idényre a pécsi pólósok. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden este borult lesz az ég Pécsett, a hőmérséklet 15-16 fokig csökken, szerdán borult, felhős reggelre ébredhetünk, többfelé várható eső, zápor. Délután nyugat felől csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék, az északért szél időnként megélénkül, megerősödik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15 fok körül alakul, a kora délutáni órákban 20 fokra számíthatunk. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!